Köszöntöm nézőinket a Stúdió KB november 22-i adásában. Közmeghallgatást és rendes ülést is tartott a képviselőtestület. A meghozott döntéseket Ottó Péter polgármester ismerteti. Folytatjuk az önkormányzati képviselőket bemutató sorozatunkat. Ezen a héten Nagy Tamás és Varga Zita volt a vendégünk. Ülésezett az Irci Járás önkormányzati társulásának tanácsa, ahol interjút készítettünk a térség újonnan megválasztott elöljáróival. Kulturális és sporteseményekben bővelkedett a tanév első néhány hónapja. A részletekről az általános iskola diákjai és pedagógusai adnak tájékoztatást. Műsorunk második felében kulturális ajánlók között tudósítunk az Irci Országzászló Alapítvány könyvemutatójáról, és az Irci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitás csoportja által szervezett jótékonysági délutánról. Jó szórakozást kívánunk! Közmeghallgatást és rendes ülést is tartott a képviselőtestület. Tisztelettel köszöntöm Ottó Péter polgármester urat, aki a november 18-ai testületi üléshez kapcsolódó legfontosabb információkat ismerteti nézőinkkel. Mielőtt rátérnénk a testületi ülésre, előtte mindenképpen szót kell ejtenünk a rendkívüli testületi ülésről. Milyen napirendi pontokról tárgyaltak ennek keretében? Rendkívüli testületi ülés összehívásának a apropója az alapjába véve az Irci Városüzemeltetés Nonprofit Gazdasági Társaság korábbi ügyvezetőjének október 15-ben nyújtott lemondása. A felmondási ideje az november 14-én járt le, ezért már egy korábbi testületi ülésen döntöttünk a gazdasági társaság önálló ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. Ennek a pályázatnak a elbírálása történt meg ezen a rendkívüli testületi ülésen. Kuti Zoltán, az Irci lakos gyakorlatilag november 15-e óta képviselőtestület döntésének értelmében a Városüzemeltetési Társaságnak az ügyvezetője. Ugyanezen testületi ülésen szükséges volt a társaság alapító okiratának a módosítása, hiszen abban szerepel az ügyvezetőnek a neve. Ugyanakkor a felügyelő bizottságában szintén történt személyi változás tekintettel arra, hogy Nagy Tamás képviselőtestületünk tagja lett, összeférhetetlenné vált a felügyelő bizottságban korábban betöltött tisztségével ez az új tisztség, ezért arról le kellett mondania. Felügyelő bizottságba tagként Sztanai Éva az Irci lakost választotta meg a képviselőtestület, és majd a bizottság tagjai döntenek egymás között arról, ki lesz a bizottságnak az elnöke. Volt egy harmadik napirendünk is, ez pedig a önkormányzatunk által önkormányzati részvétellel működő társulásokba önkormányzati képviselőnek a delegálása, illetőleg az Irci oktatási intézmények intézményi tanácsába történő önkormányzati képviselő delegálásról szólt. Korábbi időszak gyakorlatának megfelelően most is a polgármester, illetve az alpolgármester fogja képviselni ezen területeken az önkormányzatot. A rendes ülés keretében elsőként a Bakonykart CRT igazgatóságát érintő igazgatósági, valamint a felügyelőbizottságban felügyelőbizottsági tagjelöléséről tárgyaltak. Miként alakultak ezek? Bakonykart ZRT-től kaptunk egy megkeresést, amelyben jelezték, hogy év végével a jelenleg regnáló igazgató tanács, illetőleg felügyelőbizottságnak a megbízatása megszűnik. Tekintettel arról, hogy önkormányzatunk bent van a négy legnagyobb tulajdonos között, még az 5%-ot sem elérő tulajdon részünkkel egyébként. Ezért a négy legnagyobb tulajdonosnak van joga és lehetősége igazgatótanácsba történő delegálásra.
ugyanakkor a felügyelőbizottságban pedig a üzemmérnökségeknek, székhelyet biztosító településeknek van lehetősége szintén delegálásra. Itt az üzemmérnökség működési területéhez tartozó térségnek a figyelembevételével. Azért, hogy ez utóbbiban valóban figyelembe tudjuk venni a térségnek a véleményét, az 5 évvel ezelőtti gyakorlatnak megfelelően az ECI Járás Önkormányzati Társulás tanácsa is foglalkozott ezzel a témával. A társulási tanács Olaszfalu aljegyzőjét Csényi Ildikót javasolt a képviselőtestületünknek tisztségbe történő delegálásra. Ezt a javaslatot képviselőtestületünk elfogadta, és az ő személyében döntöttünk. A igazgató tanácsba pedig jelenleg is tisztséget betöltök a Szász Béla, az ECI Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetője továbbra is, vagy lesz továbbra is a delegáltja önkormányzatunknak. Ezt követően több olyan napirend is volt, amely rendelet felülvizsgálatával, illetve módosítással volt kapcsolatos, mindenek előtt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendeletet vizsgálták felül. Mi indokolta ezt, és eszközöltek-e módosítást erre vonatkozóan? A rendelet felülvizsgálatának, illetőleg egyes technikai kérdésekben történő módosításának az alapja még az előző képviselőtestület időszakában működő pénzügyi ellenőrző bizottságnak a javaslatai szolgáltatták gyakorlatilag az alapot. A bizottság határozatában jelölte meg azokat a pontokat, amelyekben véleményük szerint a rendelet kiegészítésre szorul. Ezek kerültek átvezetésre most a rendeletben. Ilyenek voltak többek között, hogy lakásbérleti jogviszonyra kiírt pályázatok elbírálásánál előnyt élvezzen a többiekkel szemben az a bérlőjelölt, aki egyébként lakáscélú megtakarításokkal rendelkezik, ezzel is jelzi azt, hogy hosszabb távon valamilyen saját megoldásban gondolkodik. Eddig is feladata volt a Városüzemeltetési Társaságunknak, hogy a önkormányzati tulajdonú bérlakásokat rendszeresen ellenőrizze. Kiegészült a rendelet azzal, hogy ezt éves szinten legalább egyszer meg kell tenni, és fotodokumentációval igazolható módon. Szabályozásra került az esetlegesen hátralékot felhalmozók esetében a hátraléknak a rendezésére, fizetési halasztásra, részletfizetésre vonatkozó megállapodás megkötésének a jogköre, ami azt jelenti, hogy 500 000 forintig a polgármester hatáskörébe került, 500 és 1 millió forint között pedig a pénzügyi ellenőrzés gazdasági bizottságnak a hatáskörében tud ilyen tartalmú megállapodásokat megkötni. Egyértelműsítésre került az, hogy a bérlő és a bérbeadónak milyen karbantartási felújítási kötelezettségei vannak, és hogyha a főszabályoktól eltérően a tulajdonos bérbeadó hozzájárulása nélkül végez valaki a lakásán nagyobb értékű felújítást, akkor ez alapot jelenthet adott esetben a bérleti jogviszonynak a megszüntetésére is. Hogyha a bérleti jogviszony megszűnik, akkor a eredeti állapotban történő visszaállítás szintén a bérlőnek a kötelezettsége, és a jogviszony megszűnésekor esetlegesen által elvégzett értéknövelő beruházásoknak a megtérítésére szintén csak akkor jogosult, hogyha ezek a felújítások, beruházások a tulajdonosnak a hozzájárulásával történtek meg. Ebben az esetben van lehetőség esetlegesen arra is, hogy a bérleti díjba a beszámításra kerüljön a felújításnak a értéke. A önkormányzat kifejezte az irányú szándékát, hogyha van rá lehetősége, akkor legalább egy tartaléklakást folyamatosan fenntart. A helyiségek bérletére vonatkozóan szintén átvázott hatáskörben a pénzügyi ellenőrzés a gazdasági bizottság jogosult pályázatokat kiírni, illetve ezek a pályázatokkal kapcsolatban döntést hozni. Itt a elbírálásnál pedig az összességében legkedvezőbb ajánlat adóval kell majd szerződést kötni. Képviselőtestület törekszik arra, hogy a önkormányzat tulajdonában egy-egy tulajdoni arányú lakások legyenek, és törekszik arra, hogy lakáshajók azok lehetőség szerint minél koncentráltabban egy-egy épület tömbben álljanak rendelkezésre.
Egyes önkormányzati rendeleteket módosítottak. Mely rendeleteket érinti változás, és milyen módosítások léptek életbe? Viszonylag sok rendeletünket érint a módosítás. Az országgyűlésben ezt úgy szokták megfogalmazni, a salátatörvény, amikor gyakorlatilag egy módosító rendelettel több hatályban lévő rendeletet vagy törvényt módosítanak. A mi esetünkben itt a módosításnak az indoka az új képviselőtestület által szervezeti és működési szabályzatnak a módosítása, amely a korábbi bizottsági struktúrával szemben most két bizottságot hozott létre. Ezeknek a bizottságoknak a feladatkörei, nevei több rendeletünkben szerepeltek. Ezeket értelemszerűen szükséges volt módosítani. Változott a számlavezető pénzintézetünknek az elnevezése, Reguli Antal Múzeum és Néppi Kézműves Alkotóháznak a elnevezése. Ezek is olyan technikai módosítások voltak, amelyeket át kellett vezetni rendeletünkön. Volt egy 2002-es már idejét múlt rendeletünk, amit hatályon kívül helyeztünk, és még két-három ilyen apró, tényleg technikai értelmű módosításról szólt ez a rendeletmódosítás. Felülvizsgálták a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet. Ez esetben mi indokolta a felülvizsgálatot, milyen változásokról beszélhetünk, és ha jól tudom, ebben az esetben egy kérelem is érkezett a képviselőtestülethez. Így van, így év vége fele önkormányzatok rendszerint felül szokták vizsgálni a adórendeletüket, és hogyha módosítás indokát látják, akkor módosítani szokták. A lakosságot és a helyi vállalkozók széles körét érintően nem történik módosítás sem az adónemekben, sem az adótételekben a következő évre vonatkozóan. Ugyanakkor, hogy említette, érkezett önkormányzatunkhoz egy kérelem az ilyen működő házi orvosoktól és fogorvosi alapellátásban részvevőktől, akik a magasabb rendű jogszabály lehetőségére hivatkozással kérték azt, hogy évi 20 millió forintos árbevételig az önkormányzati iparüzési adómentességet biztosítson számukra. Ennek a mentesség adásának egyébként jogszabályban meghatározott alapfeltételei vannak. Többek között az, hogy erre ugye a házi orvosi feladatot ellátók tevékenységi körükből származó bevételek tekintetében lehetnek jogosultak. Ezen bevételeiknek a jelentős része legalább 80%-a egészségbiztosítási alapból kell, hogy származzon, finanszírozási szerződés alapján. Ezt nevezzük köznapi nyelven, úgyhogy TB finanszírozás. Harmadrészt pedig, ahogyan említettem, legfeljebb évi 20 millió forint értékű ilyen irányú bevétel erejéig biztosítható ez a kedvezmény. Képviselőtestület összességében méltányolta a kérelmet, és ennek megfelelően módosítottuk a rendeletünket. Ennek úgy gondolom, hogy elsősorban gesztusértékű döntés volt a orvosaink irányába, ismerve azt az országosan kialakult és egyre több településen jellemző helyzetet, hogy az orvoshiány okán ellátatlanul maradnak települések, ami komoly problémát jelent egyébként az alapellátás tekintetében az önkormányzatok számára is, hiszen kötelező önkormányzati feladatról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy ezzel a gesztusértékű döntéssel is ki tudjuk fejezni szándékunkat, és az orvosok megbecsüléséről szól. Bízom abban, hogy ez a döntés is hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyugdíjba vonulás, vagy egyéb más okok miatt esetlegesen praxisokban változás történik meg, akkor biztosítható lesz az orvosoknak az utánpótlása is. Felülvizsgálták a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékeket is. Az eddigiekhez képest a jövőre vonatkozóan lesz a változás? Nincs változás a jövőre vonatkozóan. Jogszabály alapján kellett egyébként, ez is egy olyan rendelet, amit minden évben felül kell vizsgálni, és lehet olyan döntést hozni, hogy nem változtatunk rajta. A
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését módosították. Milyen változások lépnek itt életbe? Itt elsősorban évközben beérkezett támogatási értékű bevételekről és támogatásokról beszélhetünk. Itt egyrészt bérkompenzáció kapcsán volt bevétele a hivatalnak, jó adatszolgáltató önkormányzat lévén szintén támogatásba részesültünk, az ASPI rendszer működéséhez kapcsolódóan szintén, valamint a Európa Parlamenti választásokhoz és a helyi önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan szintén. Ezen bevételeket kellett átvezetni gyakorlatilag a hivatalnak a költségvetésén. Ez összességében nem egészen 11 millió forinttal emelte meg mind a bevételi, mind a kiadási oldalnak a főösszegét. A továbbiakban a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei szervezetével kötendő ellátási szerződésről tárgyaltak. Ha jól tudom, akkor ez december 31-ével lejár. Sikerül-e ezt változatlan feltételek mellett meghosszabbítani? A kérdésben benne volt a válasz, úgyhogy igen, sikerül. Én ezután is köszönöm a Veszprém megyei Vöröskeresztnek az együttműködését, amelynek keretében lehetőségünk van évről évre december 31-ig tartó szerződés megkötésére, amelynek keretében szükség esetén a várpalotai hajléktalanok átmeneti szállásán biztosítja a Vöröskereszt legfeljebb két zirci illetékességű személynek az elhelyezését. Abban az esetben is egyébként, hogyha telt házuk van, hogyha vannak szabad helyeik, akkor ezzel kapcsolatban finanszírozási kötelezettsége sem keletkezik az önkormányzatnak. A bankszámla hitelkeret szerződés megkötéséről beszéltek a továbbiakban. Elfogadta ezt a képviselőtestület, illetve milyen kondíciókkal teljesül a szerződés 2020-ra vonatkozóan? Az idei évhez hasonlóan következő évre is ugyanazon feltételekkel tudunk szerződést kötni a számlavezető pénzintézetünkkel. Folyószámla hitelkeretünk a következő évben 100 millió forintos keretösszeget tartalmazna. Ennek célja az, hogy a évközben érkező bevételek és kiadásoknak gyakran nem azonos ütemét ből adódó likviditási, átmeneti likviditási problémák esetén segítséget nyújtson a önkormányzat folyamatos működésének biztosítása érdekében. A következő napirendi pont a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2020. évi szolgáltatási díjairól szólt. Az eddigiekhez képest itt van-e változás? Itt sincs változás. Ez is egy olyan napirend, amit évente felül kell vizsgálnunk és meg kell tárgyalnunk. Kis Jakab Dezső egyéni vállalkozó végzi ezen szolgáltatás nyújtását. Következő évre vonatkozó árkalkulációja gyakorlatilag a díjak mértékét az ezévi szinten határozza meg. Ugye a szolgáltatás igénybevételére elsősorban Akli város rész esetében van szükség, hiszen még a város részben a szennyvízelvezetés és kezelésnek a rendszere az kiépítés előtt áll, tehát a klasszikus értelemben vett szippantós autóval oldható meg a szennyvíznek a szakszerű kezelése. Ennek a díja egyébként lakossági felhasználók esetében bruttó 15.240 forint per forduló, ez 5 köbméternyi szennyvíz elszállítását jelenti, közületek esetében valamennyivel magasabb a díja, ott 16.510 forintot kell fizetni fordulónként. Tervezőt választottak az Zirc-Akli szennyvíztisztító kiviteli terveinek elkészítésére, kinek a megbízásával végeztetik el ezt a feladatot? Amint az ismert önkormányzatunk eredményesen nyújtott be pályázatot és támogatást is nyertünk a városrész szennyvízelvezetés és kezelési problémájának megoldására. Ehhez még az szükséges, hogy a korábban elkészített engedélyes tervdokumentáció alapján annak felhasználásával elkészüljenek a kiviteli tervek, amelyek a műszaki megoldásoknak egyes részleteit fogják még pontosabban kidolgozni. Erre ajánlatokat kértünk be. A legkedvezőbb ajánlatot a Provatec Kft-től kaptuk, 1.980.000 forint plusz áfa díjért. Ők február 15-ig vállalják
a terveknek az elkészítését, ezt követően indulhat majd a közbeszerzési eljárás, eredményes kivitelező kiválasztási eljárás esetében pedig bízunk benne, hogy egy fél éves időtartam alatt a beruházás az megvalósítható, és egy év múlva remélhetőleg a próbaüzem tud majd elkezdődni. Döntést hoztak önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban is. Mely ingatlanokra vonatkozóan születtek meg ezek a döntések, és mi lesz ezeknek az ingatlanoknak a sorsa? Két ingatlanról volt szó. Az előterjesztésben egy kardoskéti önkormányzati ingatlanról, amely most a közelmúltban egy sajnálatos haláleset okán felszabadult, tehát visszakerült önkormányzati hasznosítási lehetőségeink körébe. A másik ingatlan pedig a Deák Ferenc utcai mindenki által Bolzene iskola épületeként ismert ingatlan. Az előbbi mind a két esetben felkértünk értékbecslőt a ingatlan aktuális forgalmi értékének meghatározására vonatkozóan. Mind a két ingatlan esetében két alternatíva szerepelt a képviselőtestület előtt, egyrészt az értékesítés, a másik az pedig a további hasznosítás lehetőségének kutatása, adott esetben felújítást követően a hasznosítása. A kardoskéti ingatlan esetében úgy döntött a képviselőtestület, hogy az értékbecslő által meghatározott 6,5 millió forintos induló vételáron pályázatot ír ki az ingatlan értékesítésére vonatkozóan. A Bolzene iskola épületével kapcsolatban pedig úgy döntöttünk, hogy időt adunk magunknak következő év május 31-ig, hogy a ingatlan esetleges felújítási szükségletét a külső pályázati forrás bevonásával tudjuk biztosítani. Hogyha erre addig nem látunk lehetőséget, akkor ismét vissza fog kerülni az ingatlannak a sorsa a képviselőtestület elé. Ha pedig van valami megoldás, akkor elsősorban több lakás kialakítását céloznánk meg, vagy turisztikai célú hasznosításában gondolkodunk az épületnek, esetlegesen közösségi hasznosításában. Ezen a testületülésen is történtek tiszteletdíjról való lemondások. Kik, illetve ki mondott le a tiszteletdíjáról, és ki vagy minek a javára? Igen, a leköszönt képviselőtestület mellett működő bizottságok, külső bizottsági tagjai mondtak le tiszteletdíjuk, Osztanai Éva, a volt pénzügyi ellenőrző bizottság külső tagja 42.800 forintos tiszteletdíjat elhére a Reguli iskoláját alapítvány szeretné támogatni. Képviselőtestületünk a javaslatot befogadta, és ennek megfelelően történik majd meg a támogatási szerződés megkötésére. Hasonlóképpen Boros Dénes, aki a Gazdasági Turisztika és Környezetvédelmi Bizottság külső bizottsági tagja volt, az ő bizottsági tiszteletdíj lemondás az 103.301 forintról szólt, amely az Öreg Bakony Barátai Egyesületet szeretné támogatni. Ebben az esetben is a javaslattal egybehangzó döntést hozott a képviselőtestület. Egyéb ügyek keretében tájékoztatót hallgatott meg a képviselőtestület az Érci Város Üzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2019 első fél évi gazdálkodásáról. Elfogadta-e a testület ezt a tájékoztatót, vagy bármilyen szempontból merült-e fel észrevétel? A képviselőtestület tudomásul vette a tájékoztatót, amelyet leköszönő ügyvezető úr készítette június 30-ai állapotnak megfelelően. Elmondható az, hogy a gazdasági társaságnak a összes bevétele az nem egészen 66 millió forintot tett ki. Ezzel szemben az összes ráfordítása 62 millió forint volt, tehát körülbelül olyan 4 millió forintos eredménnyel zárta, vagy zárhatta az első fél évet. Ennek a nagy része, közel 3 millió forint az a közhasznú tevékenységnek az eredményéből származott, és nem egészen 1 millió forint a vállalkozási tevékenységnek az eredménye. Az első fél évben az önkormányzat közel 45 millió forint finanszírozást biztosított a gazdasági társaságnak a működéséhez kapcsolódóan. A tájékoztatón kívül a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2019 első fél évi üzemeltetéséről is
meghallgattak egy beszámolót, ezt elfogadták el. Igen, a helyi járati közlekedésnek az első fél éve az pici veszteséggel zárt, ez mínusz 372 ezer forintos eredményt jelent. Ennek az oka, hogy az összárbevétele az nem ért el a 8 millió forintot, 7,9 millió forint körül volt, az összes ráfordítás pedig ezt valamivel meghaladta, tehát 8,3 millió forintos ráfordításról beszélhettünk. Összességében elmondható az, hogy a működéshez szükséges forrásoknak több mint a felét azt az önkormányzat biztosította 4,1 millió forintos ráfordítással. Ügyvezető tájékoztatójából egyébként a második fél évre vonatkozóan optimista gondolatok olvashatóak ki, hiszen az első fél évnek a vesztesség keletkezésében olyan éves kötelezettségeknek első fél évben történő teljesítése is közrejátszott, amelyek ugye a második fél évben már kiadásként nem fognak megjelenni. Másrészt júniustól módosította a képviselőtestület a helyi járati közlekedésnek a útvonalát is. Korábban kísérleti jelleggel beindított temető megközelítését szolgáló külön útvonal rész az törlésre került, tehát valamennyivel kisebb futás teljesítménnyel is lehet majd számolni a második fél évben. Vágatlan felvételünket pénteki műsorunkat követően tekinthetik meg. Folytatjuk az önkormányzati képviselőket bemutató sorozatunkat. Ezen a héten Nagy Tamás és Varga Zita volt a vendégünk. Képviselőtestületet bemutató sorozatunk mai vendége Nagy Tamás úr. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első kérdés minden vendégen felé az, hogy legyen szíves mutatkozzon be, amit a magánéletéről lehet tudni, azt hozza meg a nézőinkkel. Rendben, köszönöm szépen a lehetőséget. Nagy Tamás vagyok, 48 éves, Zircen lakom, most már 2012 óta. Ez egy érdekes dolog, hiszen itt Zirc közelében voltam mindig. Amikor a középiskolát elvégeztem, jelentkeztem egyetemre, én még voltam katona, én abban a korosztályban tartozom. Majd az egyetem elvégzése után, illetve az alatt kerültem kapcsolatba ezzel a bizonyos svájci tulajdonosi körrel, aki a Szépalmapusztai volt bábolnai birtokot megvásárolta, és közvetítőkön, illetve közös üzleti partnereken keresztül kerültem oda, mint a gazdaságnak a vezetője. Aztán később ügyvezetői beosztásban dolgoztam, illetve részben még dolgozom is ennél a cégnél, Szépalmán. És 2012-ben érkezett el az időszak az életünkben, amikor a gyermekeink már olyan idősek lettek, akiből egyébként három van, hogy Veszprémbe, középiskolába ide-oda jártak, és nem tudtuk egyszerűen megoldani a Szépalmáról a bejárás, és akkor beköltöztünk Zírce. Tehát 2012 óta vagyok igazából ismét helyben lakó Zírce, addig csak egy körül lakó Zírci voltam. Végzettségem szerint agronómus vagyok, növényvédelmi szakirányon végeztem Keszthelyen, és ugye ebbéli szakmai képességeimet kamatoztattam Szépalmán. Aztán 2012-től úgy állapodtunk meg a tulajdonosi körrel, hogy egyfajta szaktanácsadói, meg egy héten egyszeri kimenetellel egyfajta operatív feladatokat ellátó ügyvezetője maradtam a Szépalma Gazda Kft.-nek, és emellett pedig van egy egyéni vállalkozói tevékenységem, ahol szaktanácsadással, ebben is nyilván mezőgazdasági szaktanácsadással, növényvédelmi szaktanácsadással, meg egészségügyi kártevőírtással is foglalkozom, hiszen menet közben azért az ember szem előtt tartva a felnőttkori tanulásnak a lehetőségét, meg a kényszerét is néha egyébként közben csináltam egy közgazdasági másoddiplomát, ezt a Nyugat-Magyarországi Egyetemen tettem meg Sopronban, egy mérnök közgazdászi végzettséget szereztem, és 2006-ban pedig egy egészségügyi gázmesteri OKS képzésen vettem részt, tehát akkor az még részben a Gazda Kft.-hez kapcsolódva az ottani szakfeladatokat vettük át külső vállalkozótól, és én voltam a kijelölt szerencsés, aki ezt megtehette. Viszont ugye ennek a tevékenységnek, vagy ennek a végzettségemnek köszönhetően azért ezt a vállalkozásomban is be tudtam építeni. Három gyermekem van,
mint az előbb említettem, már nagyok részben egy felnőtt lányom van, aki óvónőként dolgozik egy református óvodában Budapesten. A fiam az fogorvosi egyetemre jár, a legkisebbünk pedig, ő is már 19 éves, ő pedig itt fog érettségizni a harmadik Béla gimnáziumban, a feleségem pedig Judit, aki az Érci Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán gyógymasszörként dolgozik. Köszönöm szépen! Kivételesen önnel most egy kicsit a múltjáról is kell még beszélni, ugyanis ebben a ciklusban megválasztották is új képviselője az Érci önkormányzatnak, de mégse egy új, mert már volt valamikor régebben. Így van, ez így igaz. 2002-től 10-ig két cikluson keresztül voltam már önkormányzati képviselőként, megtisztelve azzal, hogy a választók jó voltából képviselhettem. Adódik a kérdés, hogy akkor utána mi volt ez a kis kihagyás, és hogy most megint vállalkozott erre a feladatra? Igen. Ugye a kis kihagyásban részben van már egy áthallás a bemutatkozásomban, hiszen 2010 és 2012-13 között nagyon intenzív időszakát élt a Gazda Kft. Több változás volt, céges struktúrában is változtattunk, nagyon sok feladat volt, és 2009-től kezdődően éreztem, hogy akkora a feladat, az elvégezendő feladat kint, és ugye egy külföldi céget képviselni nem annyira egyszerű, pláne, hogy a tulajdonosok csak időszakosan vannak jelen, folyamatos kapcsolattartás, írásban, szóban, telefonon keresztül, hogy akkor én megkerestem polgármester urat még menet közben, hogy ez nekem komoly konfliktust okoz, hogy azt a feladatot, amivel a választók megbíztak, és egy nagy megtiszteltetés, nem tudom olyan mértékben saját magam elvárása szerint megoldani, ahogy én azt szeretném. És ez volt az oka, hát akkor már a ciklus vége fele jártunk, nyilván polgármester úr, akkori polgármester úr kérésére maradtam ebben a rendszerben, próbáltam, ez most nem egyfajta elrugaszkodott megfogalmazás, erőmet megfeszítve mind a két helyen helytállni, de ez teljesen egyértelmű volt, hogy az akkor lejárott ciklus után ezt nem tudom becsületesen megcsinálni, és olyan feladatban pedig nyilván nem szabad részt vállalnom, ami csak névleg tud elvégződni, vagy névleg tudom elvégezni, sokkal becsületesebbnek és férfiasabbnak tartottam, hogyha ezt elengedem, és akkor arra kellett koncentrálni. A vállalkozásom akkor indult, tehát akkor ott nagyon-nagyon megterhelő időszak volt, és ezért nem indultam akkor. Akkor köszönöm szépen. Beszéljünk akkor a mostani ciklusról, ami előtt állunk. Most elvállalta, és neki fog állni. A nézőink mit várhatnak öntől? Melyik lesz az a terület, ahol meg fog jelenni ismeretekkel, ötletekkel? Igen, hát ugye nyilván... Mi az ön szívéhez a legközelebb álló? Nem is annyira egy-egy feladatot szeretnék megragadni. Úgy vélem, hogy miután az önkormányzat, nem csak a miénk, hanem amblokk a magyarországi önkormányzatiság többé-kevésbé kötött pályás forgalmi úton megy, hogy úgy mondjam, ezzel a kicsit buta hasonlattal élve. Tehát nem mindig azt csinál egy önkormányzat, amit szeretne, hanem amilyen lehetőségei vannak rá. Tehát gondolok itt nagyobb projektekre, pályázatokra. A pénzügyi helyzet egy önkormányzatnak sem olyan, mint egy vállalkozásnak a pénzügyi helyzet. Tehát nem mindig tesszük azt, amit éppen tenni szeretnénk. Én arra gondoltam, és akkor egy kicsit visszakanyarodnék arra, hogy miért vállaltam ezt most ismét, amit egyébként nagyon megtisztelőnek tartok, és hogyha lehet, akkor szeretném megköszönni a kedves választópolgároknak, akik engem érdemesnek tartottak arra, hogy ismét ezt a megtisztelő feladatot megkapjam. Igen, azért jelentkeztem újra, hogy azért mérettettem meg magat ismét, mert ahogy az ember idősödik, másképp ellát dolgokat. Amikor fiatal, akkor nagy erővel, nagy energiával rugaszkodik bele, és minden feladatból kiveszi a részét. Amikor meg idősödik, akkor talán egy picit más dolgok válnak fontossá. Most úgy éreztem, hogy nagyon jó lenne az, hogyha egyfajta jövőképet tudnánk a város elé felmutatni, mi képviselők, vagy mi önkormányzat, de szeretném megkockáztatni, hogy nem is feltétlenül kizárólagosan önkormányzati feladat ez, hanem a város lakóival, a város polgáraival együtt tudnánk egy olyan közös jövőképet állítani saját magunknak, amit aztán két oldalon megpróbálunk megvalósítani.
És emlékszem arra, hogy volt az előző ciklusban, mert hiszen az kétségkívül igaz, hogy 2002-től 10-ig voltam önkormányzati képviselő, de most a legutóbbi ciklusban, mint külső bizottsági tag is valamelyest azért részt vettem a munkában, a pénzügyi bizottságnak voltam a külső bizottsági tagja, és emlékszem egy olyan bizottságülésre, amikor nagyon komolyan elgondolkoztunk azokon a stratégiai rendszereken, amelytől városként működik egy város. Ebben benne volt az oktatás, benne volt az egészségügy, benne volt a közlekedés, tehát minden olyan nagy szegmense egy olyan 6-7 ezer fős településnek, mint amilyenek mi vagyunk. És nagyon komolyan elgondolkoztunk azon, akkor ott, hogy hogyan tudunk egy olyan kontinuitást biztosítani a közelmúlt, a jelen és a jövő között, ami egy élhető városhoz fog bennünket elvezetni. Mire gondolok itt? Hogyan tudunk új fiatal szakembereket például behívni a rendszerben? Ugye bármerre járok, ugye a vállalkozásom miatt sokfelé, akár szaktanácsadóként, akár konkrétan munkavégzőként, és nagyon sok emberrel beszélgetve alakult ki bennem az a kép, hogy bizony kevés szakemberünk van, de nem csak a fizikai munkavégzés során, hogyha mesterembert kell hívni haza, és mondjuk hónapokat kell várni, de gond van a közigazgatásban, a városi szolgáltatások működtetésében, az oktatásban, az egészségügyben. Nagyon jó lenne egy olyan koncepciót kitalálnunk közösen, hogy hogyan tudunk egy olyan szép és élhető várost felkínálni azoknak a fiatal végzős vagy pályakezdő szakembereknek, ami miatt érdemes lenne idejönni Zirce. Én úgy gondoltam, hogy megpróbálok abba energiát fektetni, hogy ezt építsük fel közösen. Legyen egy vonzó jövőképünk, ami miatt érdemes idejönni, és hogyha már van olyan közös és közösen tenni akaró gárda, aki ebbe a munkába aktívan részt tud venni, és nem feltétlenül kell nagy dolgokra gondolni, csak a mindennapi munkavégzés során. Ugye a jelenlét is nagyon fontos sokszor, nem feltétlenül kell nagy tetteket végrehajtani ahhoz, hogy valami szép dolog felépüljön, egész egyszerűen az egyszerű apró munka, a jelenlét, a részvétel is nagyon fontos. És ezt gondolnám én valamiféle átvívendő üzenetnek, amiben megpróbálnék képviselőként úgy tevőlegesen részt vállalni, hogy ez egy közös munka jövőbeni eredményéhez elvezessen. Most egy kicsit zavarban vagyok, mert az utolsó kérdésemre nagyon szépen válaszolt. Mindenkitől azt kérdeztem utoljára, hogy milyen lesz 5 év múlva ez a város, mit képzel el, miről álmodik, de úgy gondolom, hogy erről most nagyon szépen elmondta a véleményét, de ha gondolja, akkor 1-2-3 mondatba össze lehet foglalni. Esetleg ilyen konkrétumokat akarok kicsikarni. Egy picit konkrétabban, igen. Hogyha konkrétumokat kellene megfogalmaznom, hogy ezt, amit én 8-10 körmondatban fölvázoltam, hogyan kellene elérni, ennek például egy olyan alapvető köve lenne szerintem, hogy próbáljunk meg olyan ingatlan együttest felderíteni, mondjuk a város tulajdonában lévő ingatlanok közül, amelyeket például úgy tudnánk felépíteni vagy felújítani, nyilván pályázatok bevonásával, hogy például olyan tartalékbázis tudjunk képezni, ami az ide érkező fiatal szakemberek életkezdéséhez egyfajta hátteret biztosítson. Például egy pályakezdő szolgálati lakásra gondolok. Hogy nekem bizonytalanra idejönni egy pályakezdő pedagógusnak, egy fiatal orvosnak, vagy közigazgatási szakembernek, hanem legyen meg az a jó érzése, hogy a város számít az én szakértelmemre, és próbál segíteni abban, hogy itt megkapaszkodjak. Például ez egy ilyen példa, amit önkormányzati képviselőként megpróbálna az ember egy picit felderíteni, elősegíteni. Nyilván nem csak rajta múlik ez, hiszen nagyon-nagyon sok faktor és tényező befolyásolja azt, hogy egy önkormányzat mit tud kezdeni mondjuk az ingatlan vagyonával, de hogyha van egy stratégiánk, akkor ementén gondolkodva apró lépésekben tudunk ezért is tenni. Ilyenekre gondolok például. A képviselőtestületet bemutató sorozatunk mai vendége Varga Zita. Köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Mint mindenkitől, öntől is ugyanazt kérdezem, illetve kérem, hogy mutatkozzon be, és amit a magánéletéről lehet tudni, azt mondja el a nézőinknek. Jó, tehát köszönöm szépen én is még egyszer a meghívást.
Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és ezúton itt a kamerák előtt is szeretném megköszönni, hogy október 13-án részt vettek és véleményt nyilvánítottak az önkormányzati választások alkalmával, és ilyen nagy szavazattal bizalmat szavaztak és megajándékoztak az elkövetkezendő 5 éves ciklusra. Köszönöm szépen. Varga Zita vagyok. Aki nem ismerne, itt az Ircen születtem, és itt nőttem fel. Családom is, őseim is, gyökereim is ide kötnek. Itt helyben a Reguli Antal általános iskolában és a 3. Béla gimnáziumban végeztem tanulmányaimat, általános és középiskolai tanulmányaimat, majd Kaposváron a tanítóképző főiskolán szereztem tanítóinformatika szakterületen diplomát. Ezt követően először a versenyszférában egy informatikai cégnél helyezkedtem el, majd egy év múlva a pedagógusi pályára egykori általános iskolám színhelyére visszatértem, ahol egykori tanáraim, kollégáim lettek, és azóta most már 18. éve itt a helyi általános iskolában tanítok alsó és felső tagozaton informatikát, illetve sajátos nevelési igényű osztályokban, valamint a diák önkormányzati munkát, még akkor a kezdetkor, mint legfiatalabb pedagógus rám bízták, és azóta is végzem ezt a feladatkört és ezt a nagyon szép munkát. Családomról annyit, hárman vagyunk testvérek, bátyám szülésznőgyógyászként Németországban él, nővérem Budapesten külkereskedelmi végzettséggel tevékenykedik. Saját családtervezésem az még, vagy saját családom ez folyamatban. Köszönjük szépen! Olyan kevés hölgy van a politikában, és főleg az ilyen városi politikákban, hogy meg kell kérdezzem, hogy mi indította arra, hogy egyáltalán nekiálljon ennek a feladatnak. Ez most már nem az első ciklusa, de mi volt az a mozgatórugó, amitől úgy döntött, hogy igen, én ezt megpróbálom? Igen, ez a közösségszolgálata nálunk családi hagyomány. Apai részről édesapám, apai nagyapám, apai dédapám is nagyon sokat tettek az Ircért, városáért, Ircért fejlődéséért. A 2014-es évet említeném, ugye az előző önkormányzati választást. 2014 ez egy nagyon nehéz év volt az életemben, édesapám ekkor hunyt el, és ez az év volt az, amikor a város részéről, a városvezetés részéről felkerestek, és kértek, hogy gondolkozzak rajta, hogy nagyon szeretnék, hogyha indulnék a választásokkor, illetve itt megemlíteném Bittmann Károly nevét, az Országzászló Alapítvány egyik frontemberét, aki szintén felhívott, és kérte, hogy ők támogatnának, gondolkodjak rajta, de nagyon szeretnék, hogyha elindulnék. Én akkor ugye, mint minden újtól az ember egy, nagyon örültem ennek, tehát tényleg nagyon jól esett és megtisztelő volt számomra, de nem szeretek semmibe fejest ugrani, vagy a bébizbe, úgyhogy egy kis gondolkodási időt kértem, és aludtam rá, és úgy gondoltam, hogy hát igazából megpróbálom. Itt megemlíteném azt is, hogy tényleg nagyon nagy baráti körrel rendelkezek, úgy gondolom, hogy nagyon szívesen és szívügyemnek tekintem így a másokon való segítést, ez az ember szeretetem is elindított ebben, hogy nekem is tennem kellene valamit így a közér, a közszolgálatáért. És akkor elindultam, tehát vállaltam ezt megbízatást, de 2014-ben néhány szavazat hiány nem sikerült bekerülnem a testületbe, majd pár évvel később, 2017-ben egy képviselő lemondásakor bekerültem a testületbe, és néhány hónappal később az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének is megválasztottak. Tehát 2 évet tevékenykedtem ez idáig így az önkormányzat munkájában. A 2 év is már egy aránylag hosszú idő, illetve legalábbis arra jó, hogy bizonyos tapasztalatokat szerezzen. Mik voltak ezek a tapasztalatok? Mi az, ami olyan pozitív volt, és mi az, ami hiányérzete hagyott hátra?
Hát ez a terület, úgy éreztem akkor is, hogy ez az, ami leginkább testhez álló és a hivatásomhoz közel álló terület, és ahol a leginkább ki tudok teljesülni. Az Emberi Kapcsolatok Bizottsághoz leginkább a város kulturális életével kapcsolatos feladatok tartoznak. Ide tartoznak az oktatásügyel kapcsolatos feladatok. Bizottságunk dönt városi ösztöndi rendszerben készíti elő, tehát az előkészítéstől a döntésig részt veszünk ebben a folyamatban, illetve polgármester úrral együtt mi adjuk át az ünnepség keretein belül az ösztöndíjakat. Így a teljesség igénye nélkül felsorolnék akkor így néhányat így az elmúlt két évből. Városba érkező vendégek fogadása, például Sirilla György egy tavasz köszöntő futása alkalmával ide látogatott, és a harmadik Béla gimnázium tanulóival futása alkalmával népszerűsítették a mozgást. Őket én fogadtam, de városba érkező vendégek fogadása is bizottsági munkához tartozik. Pedagógus nap alkalmával engem kértek fel, pedagógusként köszönthettem pedagógus társaimat, kollégáimat. Ez is jó érzés volt, hogy méltathattam a munkájukat, kitartásukat. Március 15-i ünnepi műsor, megemlékezéskor ünnepi beszédet re engem kértek fel, ez is megtiszteltetés volt. Sportrendezvények alkalmával Kelemen Gábor, akivel nagyon jó munkakapcsolatom van, sportreferensként felkért, hogy a sportbeszédet, a sportolók köszöntését vállaljam mindkét alkalommal. Bizottságunkhoz tartoznak azok a feladatok is, hogy intézmények vezetőit meghallgassuk, személyügyekben döntéseket hozzunk, a Bursa Hungarika, amikor szociálisan rászoruló diákoknak támogatást adunk. Jelenleg két bizottság lesz, tehát a szervezeti és működési szabályzatot a képviselőtestület módosította, és két bizottsági terület alakult ki, a pénzügyi gazdasági és pénzügyi ellenőrző és gazdasági bizottság, valamint hogy az emberi kapcsolat bizottság. A bizottság elnöki posztjára engem kértek fel, amit szintén ezután is köszönök, és köszönöm, hogy ismét bizalmat szavaztak. A bizottságnak, a bizottságunk létszáma az eddigi 5 főről 7 főre gyarapodott. Ebben a 7 főben 4 fő képviselőtag és 3 fő külső bizottsági tag fog részt venni. Tehát heten leszünk. A külső bizottsági tagoknak ezúton is köszönöm, hogy elvállalták a bizottsági munkával járó szakmai feladatokat. Én úgy érzem, hogy egy nagyon jó kis csapatot sikerült összeállítanunk, ahol minden terület képviselve van. Az egyház részéről van bizottsági tagunk, az egészségügy részéről, nevelés-oktatási területről és a vállalkozói szférából is. Bizottságunknak lesz alelnöke is. Tegnapi nap folyamán már volt bizottsági ülésünk, ahol ezt megválasztottuk, de erről még nem szeretnék beszélni, mert azt hiszem, hogy még a képviselőtestületi ülésig ez nem publikus. Úgyhogy folyamatosan egyeztetünk, és próbálok minden bizottsági taggal jövőre nézve olyan terveket szülni, hogy ami a legtesthez állóbb neki, és amelyik területen a leginkább szeretnék kamatoztatni a tudását, ott tevékenykedhessen. Azért tartottam fontosnak ezt a kérdést, mert ugye a nézőink maximum az önkormányzati üléseket láthatják, ahol az a kérdés a polgármester úr részéről, hogy a bizottság támogatja, nem támogatja az előterjesztést. Igen, felteszik a kezüket, és kész, vége, és egy téma van, amikor csak 30-40 másodpercig tart, de egy ilyen előkészítés az jó hosszabb időt vesz igénybe, és ezt végzi el a bizottság. Igen. Mindegyik bizottsághoz tartoznak napirendi pontok. Például most tegnapi nap folyamán 11 napirendi pontunk volt, és akkor ezeket részletesen átbeszéljük, javaslatokat tesznek a bizottság tagjai, ötletelünk, véleményt nyilvánítunk, és a végén, tehát kérdések vannak hozzá, szólások, és akkor mindegyik napi rendel kapcsolatban hozunk egy döntést. És ezeket a döntéseket ugyanúgy a pénzügyi bizottsági, tehát a bizottsági üléseken elhangzottak alapján, a képviselőtestületen pedig hát napi rendenként újra tárgyaljuk.
Tehát ott van a de vita vannak igazából. Olyan feladatok, például személyügyekkel kapcsolatban, amit csak konkrétan például az Emberi Kapcsolatok Bizottság tárgyal. Ezt már a nézők a képviselőtestület üléseken nem látják, csak a végeredményről tudnak tájékozódni. Mi az, ami ezek között a feladatok között, amit a bizottságban, illetve az önkormányzatban ellátott, ami a saját ötlete, a saját szívének a kívánsága, vágya, amiben szeretett eddig tevékenykedni, és egy kicsit lépjünk az elkövetkezendő időkre is, hogy mi az a terület, amin szeretne tevékenykedni igen, tovább. Én mindenképpen, tehát ez a terület, tehát az emberekkel való kapcsolattartás. Az ünnepi beszédek, én ezeket is nagyon szívesen és nagy szeretettel vállaltam. Valamint tehát úgy gondolom, hogy tényleg az emberekkel való bánásmód, a kapcsolattartás, ezek a beszélgetések, tehát hogy az emberi beszélgetések, ezek a kapcsolat, az emberi kapcsolatokhoz a kommunikáció, ez nagyon-nagyon fontos. Ugye szokták mondani, hogy beszélgetések nélkül nincs emberi kapcsolat, tisztelet nélkül nincs valódi szeretet, és bizalom nélkül pedig nem érdemes folytatni. Én úgy érzem, hogy ezt a bizalmat, ezt több terület is megkaptam. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, és próbálok kialakítani együttműködéseket, ezeket az együttműködéseket, ezeket nem csak a város lakóival, hanem a civil szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel, az egyházakkal. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy akik Zirc fejlődésért tenni akarnak, azokkal együttműködjünk. Mi az, amiben hiányérzete van az elmúlt időszakra, így ha visszatekint, amit úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak valahogy meg kellene ebben a elkövetkezendő 5 évben feltétlenül oldani? Van ilyen terület, van ilyen látás, úgy gondolom, érzés. Hogy egy nagyon szép építkezés elkezdődött így az elmúlt időszakban. Ennek az építkezésnek a látványos részei még ezután következnek, tehát most nagyon sok olyan projekt van, és olyan sok folyamatában lévő feladat, aminek a látványos része ezután következik. Illetve amit ugye részemről tudok ígérni, hogy tényleg tisztességgel, becsülettel, ez az Emberi Kapcsolatok Bizottsági Feladatkör elég összetett, aktív és sokrétű munkát igényel. Én ezeket a feladatokat, amik a bizottsághoz hozzátartoznak, ezeket tudom ígérni, hogy így a továbbiakban is legjobb tudásom szerint teljesítem és ellátom. És amit még fontosnak tartok, hogy tényleg a mai világban a legnagyobb hírcsatorna, ugye a közösségi média, egy nagyon jó honlapot készítettünk közösen tovább Zircért, ahol igyekszünk megjeleníteni minden olyan információt a zirci lakosoknak, hogy képbe legyenek az önkormányzati dolgokkal, fejlesztésekkel kapcsolatban, az eseményekkel, az ünnepekkel, a rendezvényekkel kapcsolatosan. Felvettem a kapcsolatot a könyvtár igazgatónőjével, és már próbálunk itt terveket szőni és agyalni a jövőn, hogy milyen rendezvények legyenek azok, és ehhez szintén szeretném majd az írcieket bevonva, akár egy online szavazórendszeren keresztül a véleményüket megkérdezve, hogyha lehetséges együttesek vannak, vagy programok, hogy melyik az, amit ők szeretnének. Tehát mindenképpen az írciek bevonásával és a véleményüknek a meghallgatásával tenni ezeket a feladatokat. Nem árulok el titkot, hogy ön előtt már több képviselővel készítettem interjút. Az urak mindannyian elmondták, hogy milyen fontos az ipari park létrehozása ebben a városban. Ön még erről nem beszélt. Igen, én úgy jöttem ide, hogyha ezt megkérdezik, hogy az elkövetkezendő 5 évben én felhőkarcolókat, ilyen nagyon nagy dolgokat nem szeretnék ígérni, ezt a bemutatkozásomban is elmondtam, hogy én ígéretek helyett inkább tettekkel szeretnék. És persze, hogy fontos az ipari park, fontos a vállalkozóknak a támogatása, az utak fejlesztése, tehát ezeket mind-mind én is nagyon fontosnak tartom, és részemről, amit tudok, kapcsolatrendszereken keresztül, lobbizásokon keresztül, biztos, hogy én is részt fogok ezekben is venni, ezekben a folyamatokban. Nagyon szépen köszönöm, akkor már csak egy kérdésem van hátra, ezt is mindenkitől megkérdeztem, illetve megkértem mindenkit arra,
hogy a végén álmodozzon egy kicsit, hogy 5 év múlva milyennek képzeli el ezt a várost. Én úgy gondolom, hogy mindig pozitívan szemlélek mindent, én szeretem észrevenni, ugye hamarabb veszem észre a pozitív és jó dolgokat, mint a hiányokat. Nyilván nyitott szemmel járunk, ugye itt élek és helyben dolgozok, tehát tudom, hogy mik azok a területek, ami még fejlesztésre szorul, de én úgy gondolom, hogy egy csodálatos városban élünk, csodás környezetben, nagyon-nagyon szépen fejlődik a város. Hát amit én tudok, az az, hogy a rám bízott feladatokat teljesítem, és ezeket maximálisan a legjobb tudásom szerint én ennyit tudok ígérni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Elnököt, alelnököt és bizottsági tagokat is választott az Érci Járás önkormányzati társulásának tanácsa a legutóbbi önkormányzati választásokat követő első ülésén. A járás 15 településének valamennyi polgármestere képviseltette magát az ülésen, melyet korelnökként Dombi László, Borzavár polgármestere vezetett le az elnök választásig. A tanácstagok titkos szavazással döntöttek a társulási elnök és alelnök személyéről. Mindkét esetben egyhangúlag támogatták a jelölt személyét, így az elnöki tisztséget továbbra is Ottó Péter, a Székhely település Zércváros polgármestere tölti be, és az alelnök személyét illetően sincs változás. Tribülné Stanka Renátára, Csesznek polgármesterére esett a tagok választása. Ezt követően az Érci Járás önkormányzati társulása pénzügyi bizottságának tagjairól is döntött a tanács. A bizottság összetétele változatlan maradt. Elnöke Nagy Attila, alelnöke Márkusz Zoltán, tagja Borisné Hanich Edit, Tóth Edina Kitti és Wolf Ferenc delegáltja és polgármestere lett. A társulás arról is határozott, hogy a Bakony-Karsz ZRT felügyelőbizottságába Csényi Ildikó veszprémi lakost, Olaszfalu községi önkormányzat aljegyzőjét javasolta delegálni Zércvárosi önkormányzat képviselőtestülete részéről 2020. január 1-től. A védőnői szolgáltatás körzeteinek a módosítását is támogatták a döntéshozók annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni 3 települési önkormányzat, Bakony-Szentkirály, Bakony-Oszlop és Csesznek védőnői szolgáltatáshoz történő csatlakozási kérelmének. Az Érci Járás önkormányzati társulási tanács ülését követően Zirc és Lókút óvodatársulás tanácsa is ülésezett. Egy napi rendet tárgyaltak, mely az elnök és alelnök megválasztását célozta. Az óvodatársulás elnökének Ottó Pétert, a Székhely település Zirc polgármesterét, alelnökének Sümeginé hegyi Ilona Adelheidet, Lókut polgármesterét választották a tagok. Néhány településen új polgármester áll a község élén, a következő percekben bemutatjuk őket. Én Bakonynánán élek, most már 40 éve. Bakonynánán alapítottam családot is, 2 gyermekem van, egy 18 éves fiú és egy 9 éves kislány. A férjemmel együtt egy háztartásban élünk, mert ugye ezt az előbb nem említettem, hogy férjezett is vagyok. Nagy vonalakban ennyi, ugye a nagy gyerek már nagy gyerek, a kicsivel még többet kell foglalkozni, ugye ő a helyi általános iskolában jár. 9 évig dolgoztam a Bagi Kft-nél, mint értékesítő itt Zircen, és az elmúlt 3,5 évben pedig gazdálkodni kezdtünk a férjemmel, Bakonynánán és Dudaron. Dudaron van egy telephelyünk, ahol földeket, legelőket és állatokat tartunk. Én 5 évig voltam a képviselőtestületben, mint tag, tehát engem 2014-ben nagy létszámmal megválasztottak a választópolgárok, és úgy gondoltam ebben az 5 évben, vagy hát a ciklus végére úgy összeállt nekünk egy úgymond csapatunk, hogy én magam mellé még 5 képviselőtársat tudtam magam mellé állítani, és így indultunk el a választáson, akiknek hasonló gondolkodásuk és hasonló céljaik voltak. Majd a választás előtti napokban ez 6 képviselőre bővült, akik közül szerencsésnek mondhatom magam, mert a 6 képviselők közül 5-öt beválasztott a lakosság, és egy olyan képviselő került még 6-nak be képviselő testületi tagban, aki a helyi iskolában tanár. Ő egy érettebb úr, aki tapasztaltabb, és a helyi sajátosságomban, a helyi dolgokban nagyon jártas, úgyhogy a fiatalok közé került egy tapasztalt is, úgyhogy szerencsésnek mondhatom magam.
ha egy mondatba kellene összefoglalni, hogy mi a célja ez alatt az elkövetkezendő 5 év alatt, mi lenne az az egy mondat? Merjünk nagyot álmodni, és a falu összetartó erejével együtt ez sikeresen véghez vihető. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Weber Arnoldnak hívnak, Pénzegyőr város polgármestere lettem. Számomra nem ismeretlen teljesen a pálya, mert az előző ciklusban alpolgármester voltam. A Bakony Erdő ZRT Bakonybeli Erdészeténél dolgozom kerületvezető erdészként főállásban. A képviselőtestületből, tehát a jelöltek, felálló jelöltekből szerintem a lehető legjobbat kaptam. Bízok benne, hogy eredményesen tudunk együttműködni velük. Mindjárt első körben nagy fába vágom a fejszémet, mert hosszú évek óta húzódó probléma a szennyvíz kérdés, amit meg kell oldani ebben az 5 éves ciklusban, mert a mai modern világban a szennyvíz nélküli település az elfogadhatatlan. Összességében gond van a falu arculatával, járdák, közterek, utak is elég síralmas állapotban vannak, amiket mindenképpen javítani kellene. Nyitnánk a turizmus felé, mint minden bakonyi település, gyönyörű helyen lakunk, de csak én úgy gondolom értékel, hogy a falusi jellegét megtartjuk a falunak és az emberi figyelmát is előre vegyük, fontosnak tartom. Köszönöm szépen! Szirbek Tiborné Erzsi vagyok, és szerintem a térségben nagyon sokan ismernek engem, hiszen dolgoztam az Ircvárosi Önkormányzatnál közel 15 évet. A térségben nagyon sok fejlesztés fűződik a nevemhez, mert a önkormányzati munkám után a magánszférába pályázatírással, projektmenedzsmenttel foglalkozom a mai napig is, hiszen csak társadalmi megbízatású polgármesterként vállaltam a feladatot. Tudni kell rólam, hogy 3 gyermekem van, velük együtt Zircen élek, tehát nem nagy esztergári lakos van nagyok, hanem zirci lakosként kaptam meg a polgármesteri tisztséget. És nagy aktivitással dolgozom, mind a pályázatírás területén továbbra is, és az önkormányzat mellett is. Nagy Esztergár részületésű vagyok, édesanyámék továbbra is Nagy Esztergáron élnek, és a pályázatírói tevékenységem során láttam a többi településnek a fejlődését, láttam, hogy milyen ütembe fejlődhet egy település a mai viszonylatban, és úgy gondoltam, hogy Nagy Esztergár nem tud ezzel lépést tartani. Szerettem volna ezeket a lépéseket én megtenni, hogy felhozzuk ebbe a fejlődési útvonalba. Ha egy mondatba kellene összefoglalni akkor a céljait, akkor mi lenne az az egy mondat? Nagy Esztergár fejlődéséért a közösséggel együtt. Projektnél Szita Katalinnak hívnak, Szápár polgármestere vagyok. Férjemmel és 2 gyermekünkkel élünk Szápáron. Én már 39 éve ott laktam, ott születtem, nagyszüleim is, mindenki ott élt. Az emberek megkerestek, hogy támogatnak, induljak el, mint családos anya. Egy 2 gyermekkel ugye ott élek, és a tenni akarás az, hogy a falunkat egy élhető, jobb település tegyünk. Ha egy mondatban kellene összefoglalni, akkor mi a célja ez alatt az 5 év alatt? A célunk nagyon sok van, de legfőképpen az emberek, a közösség összekovácsolása a célunk. Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid vagyok. 3 gyermekem van, mind 3 a művészetoktatásban jár. Egy Sopronba az egyetemre, egy a Moméra, egy pedig ide a 3. Béla gimnázium és szakgimnáziumba. Férjem hegedűkészítő, neki a várban van műhelye, őt ismerik többen általában, mint engem. Én magam az egyháznál dolgoztam, ott kezdtem először lelkipásztori asszisztensként, később a közművelődésben és utána a művészetoktatásban, de minden helyen közösségépítéssel és emberekkel foglalkoztam. Második kérdésünk az, hogy mi indított arra, hogy jelentkezzen erre a posztra is? Pontosan ez, hogy a közösségépítést én nagyon fontosnak tartom egy kis falu életében, és úgy láttam, hogy Lókuton nagyon szükség van rá.
Igazából 30 éve lakom ott, tehát én se betelepülőnek is számítok, de már egy kicsit törzsgyökeres lókutinak is. Ismerem a családok történetét, ismerem a családokat, és ezáltal úgy éreztem, megkerestek idősebbek is, fiatalabbak is, hogy induljak a választáson, mert szeretnék, ha képviselném őket, és szeretnék, hogyha a falu közösségét építeném ezzel a munkával. A harmadik kérdésünk az, hogy mi az a legfontosabb cél, amit úgy egy mondatban össze lehet foglalni? Nagyon nehéz, mert nagyon sok célunk van, de a legfontosabb az volna, hogy szeretnénk, és hál' Istennek ebben a képviselőtestület is támogat, egy nagyon jó képviselőtestületet kaptam, gazdaságossá tenni Lókut életét. Mi a turizmus irányába szeretnénk nyitni, megőrizni a lókuti természeti értékeket, megőrizni ezt a nyugalmat, a sváb kultúrát, és ezt valahogy értékké tenni anyagiakban is a falu számára. Dombi László, polgármester vagyok Hozzaváról. Hát nekem is ez a hatodik ciklusom. 1990-től 2010-ig szolgáltam a borzováriaknak az érdekeit. Én ezt a munkát szeretném folytatni, amit akkor abba hagytam, hogy egyébként nyugdíjas vagyok, és civilben még erdőgazdálkodással foglalkozom. Hogy miért is vállaltam, csak annyit szeretnék mondani, aki 1910-ben átutazott, vagy igen, 2010-ben átutazott Borzaváron, és látta az akkori körülményeket, és mondjuk egy-két évvel ezelőtt újra átutazott, és látta a mostaniakat, annak nem lehet ez kérdés. A másik oka az volt, hogy egy fiatal csapat megkeresett, hogy induljak és támogatnak. És ez így is történt, aminek én nagyon örülök. Terveink között szerepel az infrastruktúra további fejlesztése, a lepusztult útjainknak a rendbetétele és a turizmus fejlesztése is. Nyilván az oktatási intézményeink is teljes rekonstrukcióra szorulnak, úgyhogy feladat lesz bőven, a magam részéről mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy ezek a dolgok sikerre tudjam vinni. Kulturális és sporteseményekben bővelkedett a tanév első néhány hónapja. Eseménydús és eredményes volt az elmúlt időszak itt az Írci Reguli Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. Búrján István igazgatórat kérjük meg, hogy ismertesse, milyen programokon vettek részt, és egy picit így szellőztesse meg azért, hogy milyen eredménnyel zárultak ezek. Hát hál' Isten, tényleg így van, elég eseménydús őszünk volt, most talán bezárólag. Részt vettünk a köztársaság kupán, itt már évek óta egy atlétikai versenyről van szó, ahol az iskolán nagyon jó eredményeket ért el. A Barátságkupa, ez most már 5. éve folyik, Sepsiszentgyörgyön rendezik meg az egyik fordulót, a tavaszi fordulót pedig itt nálunk Zircen. Ezen is részt vettünk. Egy reguli vetélkedő, ami egy nemzetközi reguli vetélkedő volt, amely a testvérvárosoknak a csapatai is itt voltak több más csapatra együtt. Itt az iskolán nagyon jó eredményeket ért el, illetve egy október 23-ai plakátversenyt hirdettünk a gyerekeknek a forradalom évfordulójára, és végül is ez volt az záró eseménye idáig az iskola életébe. Nevéhez méltón szerepelt az Írci Reguli Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola a közelmúltban lezajlott reguli vetélkedőn, illetve hát itt a közelmúltban volt ennek a második fordulója, ez egy kétfordulós verseny volt. Horváth Népintér Magdolna tanárnőt, a győztes reguli általános iskola csapatának felkészítőit kérdezzük. Először is arról egy kicsit, tanárnő, hogy hogyan zajlott a felkészülés, ebbe avasson be minket, mennyit készültek erre a versenyre, és hogyan sikerült a felkészülés? A felkészülés elkezdődött már tavaly áprilisban. Megkaptuk az előzetes feladatot, ehhez el kellett Németh Imre az Ősi szó nyomában című elég hosszú regényét olvasni az 5 tanulónak. Egy 13+1-es totót töltöttünk ki,
amit felosztottunk, és a csapattagok egyenlő arányba dolgozták ki. Interjút készítettünk ismerősi körben, kollégák, gyerekek egymás között, ki mennyit tud az utca népe, úgymond Reguli Antalról. Ezt beküldtük, és utána pedig még volt egy feladatunk, azt itt látják a Gábornak a kezében, egy Regulinak az utazóládáját kellett elkészíteni. Igazából egy kincses láda, majd megmutatjuk, hogy mit készítettünk mi a nyár, illetve az ősz elején. Reguli Antal az milyen mértékben képezi itt az iskolában a tananyagot? Tehát tanulnak-e róla a gyerekek? Mennyit tanulnak róla? Azért is választottam a 7. osztályos csapatot, mert 8. valóban elég részletesen tanuljuk nyelvtanórán, magyar nyelvtörténettel foglalkozunk, de ez április környékén kerül elő a tananyagban. Úgyhogy a 7-eseknek egy nagyon komoly pluszt jelentett ez a felkészülés, a többiek pedig majd áprilisban és májusban fognak ezzel találkozni. Mi részletesen vesszük az útját, az kutatási eredményeit, átmegyünk mindig akkor a Reguli Múzeumba, ahol igazgatóasszony Rutkai Miklián Eszter asszony tart nekünk egy előadást, illetve kötelező és számunk kérem mindenkitől Reguli Antalnak egy kicsit rövidített életrajzát, amire jegyet kapnak a tanulók. Talán hogyan értékeli a versenyt? Jobb eredmény nagyon nem lehetett elérni, tényleg gratulálunk ezt, de volt-e esetleg valamilyen hiányosság, amit ott tapasztaltak meg, hogy ebből jobban fel kellett volna készülni, illetve hogy volt-e valamilyen hozadéka ennek a versenynek az oktatásra nézve? Először is nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk köszönetünket kifejezni a Bakonyi Filmbarátok körének és az Erdélyi Baráti körnek is, mert fantasztikus szervezést bonyolítottak le, tehát egyszerűen nem volt üres járat, mindenki tudta, hogy mi a feladata, programokkal töltötték meg, változatos feladatsorokat állítottak össze, mind általános iskolások és mind a gimnazisták és középiskolások is élvezték ezeket. Azt gondolom, hogy minden segítséget megkaptunk, bár azért kerültünk meghökkentő pillanatok elé, amikor vitatkozni kellett a magyar nyelv eredetét illetően, hogy hát ez a török-ázsiai vonal, vagy inkább tényleg ez a finnugor származásról bizonyítsuk be, hogy valóban melyikhez tartozik a magyar nyelv, de annyira talpra esett volt mind az általános iskolai korosztály, mind a gimnáziumi korosztály, és ott a szervezők is látták, és megengedték, hogy a felkészítő tanárok egy nagyon kicsi instrukcióval és segítséggel ehhez a feladathoz a megoldásba segítsenek. Úgyhogy minden nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Minden percét élveztük, én azt gondolom, hogy kitöltötte a 3 napot, 2,5 napot. Jó ezt hallani. Volt egy meglepetés feladat is, ugye? Tehát egy ilyen jelenetet kellett előadni, és erre jól tudom, akkor nem sok felkészülési idő volt, mert hogy a verseny első napján kaptátok meg a feladatot, és másnap kellett a jelenetet előadni. Ábrahám Gábor itt a csapat egyik tagját, akkor szeretettel köszöntöm is, és arra kérlek, hogy először erről a feladatról beszéljél, hogy milyen jelenetet találtatok ki. Hát ez úgy történt, hogy a verseny második fordulójának első napján húznunk kellett, és itt kaptunk egy szettin egy jelenetet, amit másnap kellett bemutatni. Mi a Leestem Egemből című fejezetnek a egyik jelenetét kellett eljátszanunk, és hát erre a felkészülés ez úgy folyt, hogy éjszakába torkolóan átbeszéltük a jelenetet, próbáltunk reggel még, és sikerre be tudtuk mutatni végül. Gábor, neked melyik feladat tetszett a legjobban? Erre nehéz választ adni, hiszen szinte az összes feladat nagyon tetszett, nagyon kreatívan volt megoldva az összes, de hogyha egy ki kéne emelni, akkor a életrajzos. Amikor a könyvtárakokat egy vonalba hozni Reguli életét, az a feladat nem tetszett. Milyen új ismeretekkel gazdagodtál? Volt-e valami új ismeret, amit a verseny által szereztél meg tulajdonképpen? Hát jó volt megismerni a derceni, illetve a baróti, meg a szombathelyi diákokat és az ottani iskolákat. Ezen kívül persze Reguli életéből is gazdagon felkészültünk, sokat készültünk rá, és hát ez is egy óriási lépés az életünkben, hogy már Reguliról is tudunk beszélni, hogyha olyan helyzetbe adódunk.
Soroljuk el akkor, hogy kik voltak a csapatnak a tagjai. Somogyi Alexa, Rutkai Miklián Emma, Lázár Hanna Veronika, Kovács Blanka és Ábrahám Gábor. Tökéletesen megfelelti ennek a feladványnak, ennek a ráadás feladványnak. Rendben, szolgálta a csapatnak az összetartását ez a vetélkedő? Tehát itt mondtad az előbb, hogy éjszakába nyúlóan gyakoroltatok, azért ilyen is ritka. Hát elég jó összhanggal dolgoztunk, szóval nem volt olyan, hogy hát egyetértetni nem mindig értettünk egyet, de viszont közös döntésre tudtunk jutni minden esetben. Születtek esetlegesen így barátságok, vagy tartjátok azóta a kapcsolatokat derceni baróti gyerekekkel, vagy a szombathelyiekkel? Volt példa erre? Én nem tartok személy szerint senkivel, sem külön kapcsolatot, de többiek valószínű. Egyéb ilyen szabadidős programokon részt vettetek-e például? Mire emlékszel vissza? Egy hanti énekesnő látogatott el hozzánk, aki az MHS-ben adott egy nagyon érdekes koncertet. Ezen kívül filmvetítés, táncház, ennyire emlékszem, szitázás. Meglepetéssel töltött el, amikor kimondták, hogy első lett a, nem mondom ki most az iskola nevét, mert nagyon hosszú, tehát az Érci Reguli Antal Általános Iskola, vagy azért számítottatok rá? Három általános és három középiskolás csapat volt. A középiskolával kezdték az eredményhirdetést, és az általános iskolában ugye hátulról haladtunk az első felé. Harmadik helyre számítottunk. Szóval amikor kimondták, hogy harmadik helyen a nem is tudom már melyik iskola végzett, már akkor örültünk, hogy nem lettünk utolsók. Bár itt vesztes tényleg nem volt, mert nagyon érdekes verseny volt, és tényleg mindenki győzött. És amikor a második helyen is nem minket említettek, na hát akkor már tudtuk, hogy ez egyáltalán nem az, amire mi számítottunk, és óriási öröm volt, hogy megnyertük ezt a versenyt, de nem erről szólt persze. Köszönjük, és akkor gratulálunk tényleg szépből az iskolának, tanárnőnek, diákoknak, és akkor nyissuk fel ezt a Reguli ládát, és akkor mondják el, hogy akkor mit rejteget ez tulajdonképpen. Amit készítettünk még, iskolánknak nagy büszkesége, hogy egy 3D-s nyomtatónk van, és ugye a Reguli kincses ládája, a Reguli is hozott haza házmakettet. Ez egy mansi háznak 3D-s nyomtatóval elkészített makettje. Ez teljesen méretarányos, amit ő hozott. Ezt mindent a csapattagok készítettek. Bár ebben segítette, azért elmondom, hogy Erdélyi Zalán, aki a programot megtervezte és segített nekünk ezt elkészíteni. Ő is 8. B-s tanuló és Földesi Katalin tanárnő. Aztán elkészítettük Reguli Antalnak a naplóját. Ez természetesen korhű, kimásolt. A Néprajzi Múzeum levéltárában néztük meg, online levéltárából töltöttük le és nyomtattuk ki. Nagy segítséget nyújtott a múzeumnak a helytörténeti gyűjteménye. Ezt lefotóztuk telefonnal, és utána kinyomtattuk színes nyomtatóval a térképvázlatai, hiszen Regulinak ez a munkássága is hihetetlen jelentős. Talán a legjobban feldolgozott Reguli hagyaték. Akkor motivumokat szintén a múzeumban találtunk, illetve az online gyűjteményben. Ezt is lefotóztuk. Ez egy tűpárna, és teljesen annak a mintájára készítettük el ezeket a tűpárnákat. Ebből kettőt is készítettünk. Hát nem gyöngyel, mert az igazság szerint itt ez a fehér, az gyöngyel kellett volna díszíteni, de erre már nem vállalkoztunk. Reguli nagy munkássága volt, hogy hozott gipszlenyomatokat, amiért nagyon nagy bajba került, mert meg is kergették, és azt gondolták, hogy a lelkét is elrabolja annak az embernek, akiről készíti. Ezt rajzos kollégánk segítette, tehát mi is készítettünk gipszlenyomatot. Ez antropológiai kutatásokra szolgált. Hoztunk, készítettünk egy szótárt, a hanti magyar szótárt. Akkor bőrtarsolyokat is hozott szőrmebetéttel. Akkor készítettünk egy... Mivel az ének és legendák, balladák, mondókákat is gyűjtött, egy varázsénekes kottás noteszt is készítettünk, amit ő szintén eredeti kézirat, és nagyon rövid kottákat is találunk itt.
Akkor készítettünk silécmakettet, mert ugye azzal közlekedtek, amit kapott a Hanti fejedelemtől, hát természetesen nem az, ami csak annak a mását elkészítettük, nyílvesszőt, és talán ennyi is kiismerült a ládának a tartalma. Köszönjük, hogy megmutatták, mint látható nem csak sokat tudtak, hanem nagyon kreatívak is voltak. Köszönjük és gratulálunk. Köszönjük akkor még egyszer. Az idejében is kiemelkedően szerepelt az Irci Reguli Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola a közelmúltban lezajlott köztársaság kupa atlétikai versenyen. Bárány Judit tanárnőt, a gyerekek felkészítőit, vagy egyik felkészítőjét kérdezzük arról, hogy először is, hogy mi a titka annak, hogy évről évre dobogón végez az iskola, minden évben nagyon szép eredményeket érnek el. Most harmadikak lettek összetettben, de a korábbi években, ha jól emlékszem, akkor másodikak az Ajkai iskola mögött rendre, azért ez nagyon szép eredmény. Igen, többször voltunk az elsők is. Most közel 10 éve járunk erre a köztársaság kupára. Azt kell erről tudni, hogy ez nem a diákolimpia része, hanem ez egy megyei szintű, kimondottan atlétika verseny, csak erre a időpont, ilyenkor szokott lenni ebbe az időpontba. Nagy súlyt fektetünk itt az iskolába az atlétikára. Azt vettük észre, hogy nagyon sok labdajátékos sportágat tudnak űzni a gyerekek itt, de atlétikát kevésbé. És úgy vettük észre, hogy a gyerekek is szeretik az atlétikát, és időről mi visszük a legtöbb gyereket erre a versenyre. Idén is megkaptuk a legaktívabb testnevelő címet, mert közel 40 gyereket vittünk erre a versenyre, és talán emiatt van ez a jó eredmény, hogy nagyon sok gyereket viszünk, ugye itt pontokat lehet szerezni minden egyes helyezésért, a 10. helyig bezárólag, és mivel nagyon sok gyereket viszünk, és jól is szerepelnek, és ezért sikerül az első 3-ba végeznünk. Készülnek-e konkrétan erre a versenyre, vagy a testnevelés órák szolgálják gyakorlatilag a felkészülést? Hát a testnevelés órákon készülünk erre a versenyre, nagyon sokat szoktunk, ez mindig október elején szokott lenni, tehát a szeptember tulajdonképpen avval töltjük, hogy kimegyünk a gyerekekre, a futópályára, ugrani, dobni, súlyt lökni, és sokat, igen, sokat készülünk erre a versenyre. Melyek voltak a legszebb eredmények idén, és melyik versenyszámokba teljesít legjobban az iskola általában? Igen, ez nagyon érdekes. Éppen beszéltem itt a kollégáimmal, ugye, mert ugye azért nem csak én, hanem a kollégáimmal együtt készítjük fel erre a versenyre a tanulókat. Tavaly súlylökésbe szereztünk rendkívül sok érmet, nagyon érdekes volt, idén meg magasugrásba. Nem tudom. Ugye nálunk ugye mindig mennek ki a gyerekek, tehát 5-től 8-ig vannak itt, és éppen, hogy milyen gyerekek jönnek, mi fekszik nekik, mit szeretnek jobban, abba tudunk eredményeket elérni. Fölsorolhatom most a eredményeket? Persze, természetesen várjuk, jó? Fölírtam, hogy nehogy kifelejtsen valakit. Mellettem álló Kovács Noémi szerzett 2 érmet is, 100 méteres síkfutásban első helyezett lett, és magasugrásban 3. helyezett. Kugler Áron, 6. B-osztályos tanuló magasugrásban 1. helyezett lett, Répás Levente, 5. B-osztályos tanuló magasugrásban szintén 1. helyezett lett, Maser Márk, 8. C-osztályos tanuló magasugrásban 2. helyezett lett, Renkó Péter, 6. B-osztályos tanuló súlylökésben 3. hely, és 2 váltó csapatunk volt, egy lány váltónk, ez 4x100 métert futottak, mind a 2 váltónk 3. helyezést ért el. A lányváltóban Molnár Vivien, Kovács Noémi, Földesi Léda és Vörösházi Laura szerepeltek, és a fiú váltóban Szűcs Ármin, Ábrahám Gábor, Drahovszki Gergő és Klespic Milán szerepeltek. Szeretném azt elmondani, azért volt ilyen sok érmünk magasugrásban, mert ez úgy zajlik ez a verseny, hogy születési év szerint vannak a versenyek. Tehát akik 2005-ben születtek, azoknak van egy versenyük, a 2006-ban született, 2007 és a 2008-as születésűek. Tehát ezért lehet az, hogy mondjuk magasugrásban ennyi sok első meg második helyezést értünk el.
Egy nagyon kicsit más megvilágításba került most ez a harmadik, hiszen elhangzott, hogy első is volt az iskola, második is, de azért én úgy gondolom, ez egy nagyon szép eredmény akkor is. Tanárnő, hogy látja, elégedett ezzel a harmadik helyre, vagy más volt a célkitűzés? Volt-e egyáltalán célkitűzés? Hát a célkitűzés az első háromba szerepelni, mindenféleképpen, hogy egy kupát azért hazahozzunk. Mi vártuk azt, hogy most csak harmadikak leszünk, mert most ugye mi látjuk a gyerekek szintjét, hogy hol vannak, és mi úgy mértük föl, hogy ez nem lesz elég most az első helyre. Hát remélem, hogy következőkben még jobban fogunk szerepelni. Köszönjük, és akkor gratulálunk, és akkor itt van velünk Kovács Noémi, aki ugye két érmet is szerzett ezen a versenyen, vagy hát két érmet jelentő helyezést szerzett, nem tudom, hogy milyen díjak voltak, gondolom érem és oklevél is, vagy nem? Csak érmet, bocsánat. Ja, csak érem volt, de amúgy három érmet, mert a váltónk az harmadik helyezést ért el. Bocsánat, akkor tehát a váltónak is tagja voltál. Neked ez volt most a legjobb eredményed, vagy nem tudom, a korábbi években volt esetleg jobb? Hát 100 méterből volt már jobb eredményem, magasugrásból is volt már jobb eredményem. Igazából mindegyikből volt jobb eredményem, de meg vagyok elégedve az eredményekkel. De külön készülsz esetleg erre a versenyre, vagy szintén a testnevelés órák szolgálják számodra a felkészülést? Hát a futás részére külön készülök, mert én Veszprémbe járok a Sportolj Velünk Sport Egyesülethez, atlétikára, és mindig felkészítenek minket a versenyekre. Nagyon sokat edzek, heti hármat, és hát igazából az atlétika az mindig is ott volt nekem már gyerekkorom óta, már 12 éves korom óta járok. És hát igazából még vannak külön versenyek is, országos bajnokságon is voltam már. Már most lesz februárban az 5. országos bajnokságom, és tavasszal lesz a diákolimpia, amivel az iskolával megyünk, és ott szeretnék megyein első lenni, vagy ha nem leszek első, akkor szeretnék olyan eredményt elérni, amivel kijuthatok országosra, mert nem muszáj, hogy elsőnek legyél ahhoz, hogy kijuss országosra. És ezek így a terveim a közeljövőben. Hát komoly céljaid vannak, nagyon sok sikert kívánunk hozzá, akkor a hosszú távon szeretnél ezzel foglalkozni? Igen. Sportoló szeretnél lenni, atléta? Igen. Sok sikert kívánunk hozzá. Egy picit beszéljünk még a váltóról, ugye ez egy csapatmunka eredménye. Erre külön készültek-e valamit, vagy mi szükséges ahhoz, hogy jó eredményt érjen el egy csapat, itt a váltót illetően? Hát külön kellett volna készülnünk erre, de sajnos nem adott rá elég idő, ezért az volt a jó benne, hogy nem csak én, hanem még egy csapattársam is benne volt ugye a csapatban, és ő is jár velem atlétikára Veszprémbe, ezért mi ketten már van tapasztalatunk abban, hogy milyen egy jó váltófutó csapat, és mi tudtuk, hogy hogyan kell váltani, de ezt előre ki is kell mérni, hogy mikor indul el az ember, aki átadja neked a botot, és akkor kell elindulnod, mikor azt a vonalat átlépte, de erre nem volt idő, hogy most kiméregessük egymásnak, hogy ki mikor induljon el, ezért nem is tudtunk olyan jól felkészülni, de azért ahhoz képest szerintem egész jó eredményt elértünk. Hát akkor remélem, hogy találkozunk még majd veled a jövőben, és hallunk rólad, gratulálunk, és akkor tanárnőnek is, és további sok sikert kívánunk az iskolának. Köszönjük szépen! Akkor folytatódott a határon túli kapcsolatok sport általi erősítése. Az Irci Reguli Antal német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola közelmúltban kint járt Erdélyben, a Barátságkupán. Búrján István igazgató urat, a Barátságkupa alapítóját kérdezzük először is arról, hogy hogyan, milyen körülmények között sikerült eljutni Erdélybe, mert azért ez nem a szomszédban van, ezt tudjuk, és hogyan értékeli ezt a kupát. Én már 10. alkalommal került megrendezéshez a kupa, és most Sepsiszentgyörgyön, és itt szeretném mondani mindenkinek, aki segítette az utunkat, a alapítványunkat, polgármester urat, polgármesteri hivatalt, és azokat a szülőket, akik elengedték, és végül is egy finanszírozták is az utat. Ezúttal is ugye a Székely Mikó kollégiumban kaptak szállást. Így van, a Székely Mikó kollégium. Most már hazajárunk, ott volt a szállás és az étkezés, és ráadásul ugye a kollégium ott van az iskola mellett, egy pár méterre, és a fiúk edzőmérkőzésre is kaptak lehetőséget. Ez meg is történt egy óra alkalmával, ahol is azt vettük észre, hogy rommá vertek bennünket, és másnap így álltunk neki a mérkőzésnek. Székely Mikó kollégium nem hazudtotta meg magát szintén, elég szoros mérkőzésen, de kikaptunk, aztán a fiúk úgy gondolták, hogy innentől kezdve
már nem szabad ilyen meccset játszani, tehát mindenkit megvertek, így alakult ki a második helyezésünk. Ugye ez a barátságkupa úgy néz ki, hogy egy torna van itt Zircen, egy pedig Sepsibe. Az Zirci tornán első ízben történt meg, hogy a Zirc nyert tulajdonképpen ugye itt tavasszal vagy nyár elején, és most ugye második, ez csalódás jelentett, vagy azért idegenben nem olyan rossz az a második hely? Hát idegenben nem olyan rossz az a második hely. Mi úgy mentünk ugye, hogy őrizzük az első helyünket, de hát az most így jött ki. Volt egy erősebb csapat, tényleg jó csapata van Székely Mikónak. Mi sem voltunk rosszak. A fiúkról annyit el kell mondanom, hogy úgy küzdöttek egymásért, hogy tényleg először játszottak ebben a felállásból, és én csak dicsérni tudom mind a hét fiút, aki ott volt, hogy tényleg minden szívüket, lelküket kitették egymásért, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény, úgy gondolom. Akkor sziasztok, fiúk, mutatkozzatok be, és akkor mutassátok be a csapatot is, légy szíves, jó? Klaspic Milan vagyok. A csapat összeállás pedig úgy állt, hogy kapuba volt Földesi Benedek, védősort alkotta Fisli Levente, Drauszki Gergő és Vinglik Kolos, középpályát Szűcs Ármin egyedül alkotta, és támadó sorban pedig Moser Márk és én foglaltam helyet. Egyszerű, egy edző se tudta volna jobban elmondani az összeállítást. Milán, te most voltál először, vagy többször voltál már? Most voltam először. Milyen élményekkel gazdagodtál neked? Hogy tetszett Erdély, meg egyáltalán ez a légkör, a barátságkupa? Erdélyben már többször is jártam, iskola keretein belül, de nekem nagyon, nagyon tetszett a hely, az iskola, maga a szállásunk is. Nekem teljesen minden rendben volt. Milyen programokon vettetek részt? Menjünk egy kicsit tovább. Engem Fisli Leventének hívnak. Nagyon sok szabad programunk volt, nagyon sok időnk volt úgymond körülnézni a városban. Voltunk, megnéztük a nevezetességeket, szökőkutakat, voltunk egy templom erődben, ahol Pista bácsi vezetett minket körül, ő volt egyben az idegen vezetőnk is. Nagyon szépen elmondta egy órás program keretében, hogy ott miket lehetett látni. Voltunk pizzázni is, nagyon tetszett nekünk, mert hát szabad volt, szabadabb volt, mint tavaly az osztálykirándulás, ott nagyon kötöttek voltak a programok, nem nagyon volt időnk azt csinálni, amit úgy nagyon mi akartunk, itt sokkal több szabad időnk volt akár focizni, kosarazni, kimenni a városba, beszélgetni, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett bennem. De neked már nem ez volt az első, ugye? A barátságkupára gondolok, most nem Erdélyre. Nem, én már az Zircen voltam egyen, ahol mi harmadikak lettünk, mert én a másik csapatban voltam, a másik zirci csapatban. Kint még nem voltál a kinti fordulóban, ez volt az első akkor neked is. Fiúk, hogyan értékelitek ezt a második helyezést? Ugye egy vereséggel indul, de aztán elég jó kis eredmények születtek. Hogy látjátok? Én legalábbis úgy láttam, hogy kicsit csalódottak lehetünk, mert esélyesek voltunk az első helyre. Az edzőmeccset mindenki próbálta félretenni, hogy más pálya lesz úgyis, hogy összeszedjük magunkat, de hát sajnos nem is sikerült, 3-1-re kikaptunk, de utána már akkor mondtuk, hogy ha az első hely nem lesz meg, akkor a másodikra érjünk oda, szóval mindenkit megvertünk. Végül is milyen szájízzel érkeztetek haza? Hát szerintem azért mindenki boldog volt, mert azért ez a második helyezés is azért elég nehéz volt. Talán az volt nekünk rossz az, hogy rögtön az első meccsen kaptuk a Székely Mikó kollégiumot, és ők, nekik már volt meccsük, ők már bemelegítve jöttek erre a meccsre, mi meg még csak alig passzolgattunk párat, és úgy kellett felállnunk, lehet, hogy ez is kicsit belealudtunk még a mérkőzés elejébe. Jól van, ügyesek voltatok, gratulálunk azért ehhez a második helyhez, szép eredmény, és további sok sikert kívánunk akkor nektek. Köszönjük szépen. Kiadványban foglalt össze az Zirci Országvásztó Alapítvány a Fekete István emlékmű állításának történetét. Az egyéves évfordulót könyvbemutatóval ünnepelték. Az író Rákóczi téren elhelyezett szobránál koszorúzással és a Vugdalának eléneklésével kezdődött a program, majd a Városházán Ottó Péter polgármester beszélt az olvasás fontosságáról. Méltatta a Zirci Országzászló Alapítvány munkásságát, amely egy nagyszerű alkotó folyamatot örökített meg a kiadványában, és az emlékmű létrehozása mellett méltó módon könyvformájában is megemlékezik Fekete Istvánról, a 20. századi magyar irodalom kiemelkedő írójáról.
Köszönetét fejezte ki ezért az alapítványnak, minden közreműködőnek és a vendégeknek, akik elfogadták a meghívást a könyvbemutatóra. A könyvet dr. Herman István, a pápai Jókai Mórvárosi Könyvtár igazgatója mutatta be. Fekete Istvánt végtelen humanista emberként jellemezte, példaként állítva mindenki elé. A kiadvány elmeséli az emlékmű létrejöttének történetét, az engedélyeztetési folyamatot, a forrás előteremtését. A pályázati támogatáson kívül például 4-szer gyűjtöttek vasat, az ipari előállítás körülményeit, a szállítást, az avató ünnepség megszervezését. Kiemelte, hogy az egész közösség együttműködött. A szervező munkából nem csak az urak, hanem az alapítvány hölgy tagjai is kivették a részüket. A munka minden egyes fázisát fotókkal dokumentálták, és megörökítették azok nevét is, akik valamilyen formában támogatták a munkájukat. Az ünnepségen szerepeltek gyerekek is, ami bizonyítja, hogy a következő generációt is igyekeznek bevonni a tevékenységükbe, legalábbis megteremtik a lehetőségét. A kiadvány elé gondolatokat fűzött Bodó Imre, a Dombóvári Fekete István Múzeum igazgatója is, aki a Fekete István Kulturális Egyesület nevében is szólt az egybegyűltekhez. Horváth Tibor, az Ajkai székhelyű Fekete István Irodalmi Társaság országos elnöke, a könyvet átgondolt, igényes munkának nevezte, amely egyesíti magában a dokumentációt a gondolatisággal. A könyvbemutató ünnepség végén Bittman Károly, az Irci Országzászló Alapítvány titkára ajándékpéldányt nyújtott át a rendezvényen közreműködő gyerekeknek és felnőtteknek. Felvételünket későbbi műsorunkban vetítjük. 7. alkalommal rendezte meg jótékonysági délutánját az Irci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitás csoportja. Az eseményt Imre Fimor plébános atya nyitotta meg. Szijjártó László atya, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatója, a rendezvény fővédnöke a köszönet nyilvánításra helyezte a hangsúlyt beszédében. Először is az önkénteseik irányába fejezte ki háláját, akik nap mint nap megtesznek mindent azért, hogy tárgyi adományokkal és lelki értelemben is segítsenek embertársaiknak. Köszönetet mondott az Irci apátságnak, az atyáknak, akik segítik az önkéntesek munkáját, az önkormányzatnak és polgármester úrnak a támogatásért. Nem utolsó sorban azoknak az embereknek, akik eljöttek a jótékonysági délutánra, idejüket adták azért, hogy részt vegyenek a rendezvényen, adományaikkal segítsék a Karitász szolgálatát, valamint a szereplőknek, akik szintén feláldozták az idejüket, és ez napjainkban nagyon fontos. Ulrik Józsefné, a 20 évvel ezelőtt alakult Zirci Karitász vezetője, a rendezvény főszervezője is köszöntette a fellépőket, vendégeket, és beszámolt a csoportjuk ezévi tevékenységéről, amit a rászorulók, a hátrányos helyzetben lévők és a bajba jutottak megsegítéséért tettek. Elsőként a bakonybéri Marticsek család és egy kis barátnőjük adott elő kedvenc karácsonyi énekeiből egy csokrot, majd az Irci Reguliantal német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola 4. B-osztálya következett, akik az idejében arra vállalkoztak, hogy megmérettetik magukat Városlődön, a nemzetiségi találkozón. A minősítőre összeállított vidám műsorokat mutatták be Géring Klára pedagógus vezetésével. Ezt követően Ulrik Anna, a győri Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, általános iskola, alapfokú művészeti iskola, gimnázium és kollégium 12. évfolyamos tanulója örvendeztette meg a közönséget egy Nagy László verssel. A következőkben a zenéi volt a főszerep, a 3. Béla Gimnázium, művészeti szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola hegedűs növendékei mutatták meg a tudásukat, Tarcsai Beáta zenepedagógus felkészítésében és kíséretében, majd az óvodástól a középiskolás korosztályig együttzenélő Zirci Tücsök zenekar adott rövid koncertet. A jótékonysági rendezvényt a számos nemzetközi és hazai versenyen kiemelkedő eredményt elérő Ritmustánc és Mozgásművészeti Egyesület versenytáncosainak műsora zárta. A fellépőket, a vendégeket egy baráti beszélgetésre, süteményre, teára invitálták a Karitász csoport önkéntesei. A jótékonysági délutánon összegyűlt 182.500 forint adományt a rászoruló családok karácsonyi csomagjának tartalmára és tűzifára költi az Irci Karitász. Részletes felvételünket későbbi műsorunkban vetítjük.
Zircre érkezik a digitális élményközpont, ahol az érdeklődőknek lehetőségük lesz egy-egy eszköz, tárgy, épület megtervezésére, vagy meglévő tárgyak, épületek lemodellezésére, és háromdimenziós nyomtatására, a virtuális valóság élményszerű felfedezésére, programozható robotok működtetésére, a szenzorok adta lehetőségek kipróbálására drónokon keresztül. Bemutatják a ma már mindennapjainkban használatos okos eszközöket is. Az érdeklődők megismerhetik a digitális szolgáltatásokhoz kapcsolódó lehetőségeket, mint például a közműszolgáltatók által kínált digitális szolgáltatások lehetőségeit, amelyek egyszerűbbé és kényelmesebbé tudják tenni életünket. Az esemény díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtárba november 26-án kedden 14 és 17 óra között. Adventi koszorú készítéssel kezdődnek intézményünk karácsonyfáró programjai. November 29-én pénteken 14 és 18 óra között várjuk az alkotni vágyókat a Művelődési Házba. A Zirci Nyugdíjas Klub közreműködésével adventi szöszmötölésre, jóízű beszélgetésre invitáljuk Önöket, ahol megálmodhatják saját fenyő és fahé illatú pazar alkotásaikat, asztali díszeiket. Az estet Szűcs István Miklós okleveles képzőművész, Kondor Béla művészetet című előadása zárja, melyre 18 órától vár mindenkit a Bakonyi Filmbarátok Köre Egyesület. Másnap, szombaton 16 órától Reiter Anna ad cselló koncertet a Gomelin teremben, az esemény után gyertyagyújtásra várunk mindenkit a város nagy adventi koszorújához. Idén is ünnepi koncerttel örvendezteti meg a várost a Mendelssohn Kamarazenekar, akik december 1-én vasárnap 16 órától adnak hangversenyt a Híd gyülekezete Petőfi Sándor utcai rendezvénytermében. Közreműködik az Zirci Tücsök zenekar. Édességeket, gyerekek kedvére való élelmiszereket, valamint új vagy használt, de jó állapotban lévő ajándékokat, ruhákat, iskolaszereket, de akár tisztálkodószereket is vár az Zirci Családsegítő Központ december 8-áig az Alkotmány utca 14-be. Kedves nézőink, adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Viszontlátásra jövő hét pénteken!